Kegyesnek bizonyult az időjárás a jubileumi strandfoci fesztivál részvevőihez, 4 napon keresztül igazi kánikulában rúghatták a labdát a forró homokon a játékosok. A 4 csapatos női minitornát a Nyírség NSC nyerte, aztán a férfiak vették birtokba a pályát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 14 települése mellett 4 másik megyéből is érkeztek résztvevők, sőt egy szlovákiai együttes indulása nemzetközivé tette a tornát. A csoportmeccsek után a legjobb 16 csapat már egyenes kieséses formában játszott tovább, és több mérkőzés is csak döntetlen utáni szétlövésben dőlt el. Kitűnő csapatok érkeztek, kitűnő az idő, és fantasztikus mérkőzéseket láthattak, akik kilátogattak. Ahogy korábban is említettem, hát fantasztikus közönség sorakozik itt fel a pályák körül. Néha egy NB3-os meccsnek megfelelő nézőközönség szurkolja végig a meccseket, hát vannak olyan csapatok, akiknek nagy közönségük is van, és hát ezért óriási élvezettel látják. Hál' Istennek semmilyen probléma nem adódott a mérkőzések folyamán, és sérülés sem történt. Ez nekem nagyon fontos. Minden kitűnő volt, gyakorlatilag minden biztosított a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése a számunkra. A csapatok meghozták azt, amit elvártunk, hiszen már ezek a csapatok nagyon megtanulták ezeket a szabályokat, és volt 8 olyan csapat, aki még soha nem játszotta ezt a strandfocit, például a szlovákok. Almás Szori FC néven érkeztek ide hozzánk, és már is csekkolták magukat a jövő évi tornára, mint ahogy a többi csapat is. A tornát végül a Fáraó bútor Eger nyerte a nyíregyházi Hetbend előtt. A 3. helyet az orosi hajógyár csapata szerezte meg. A gólkirály Kovács Róbert lett, a legjobb kapusnak Varga Györgyöt, a legjobb játékosnak pedig Balázsi Pétert választották meg a szakemberek. A kispályások legközelebb már salakos borításon találkoznak a nyíregyházi városi bajnokságban. Már 20 csapat leadta a nevezését, én úgy érzem, hogy jelen pillanatban is egy olyan 115 körüli csapattal fogjuk tudni indítani a bajnokságot, bár most még van 2 hét arra, hétfőtől kezdve, hogy új csapatok is érkezzenek hozzánk, vagy éppen a régi csapatok regisztrálják magukat, 29-ig lehet nevezni, és itt szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik szeretnének elindulni az új 2022-2023-as bajnokságunkba, hogy keressenek, a Continental Arénába megtalálnak, és én várom az új jelentkezőket. A nyíregyházi városi kispályás bajnokság augusztus 15-én rajtol a tervek szerint 10 csoporttal. Előtte való szombaton a Víg István emléktornán hangolnak a kezdésre a csapatok.